Ez a kis figura egy kalip. Történetünk főszereplője. Nem egyedül van, mire ez a film elkészül, már számos társával együtt arra vár, hogy eljusson majdani gazdájához. Igaz, ehhez még nagyon sok vizsgán kell átesnie. Ezek a kis polipok ugyanis az újszülöttek fejlődését szolgálják, de előtte komoly átvizsgáláson esnek keresztül, hogy megfeleljenek az előírásoknak. Az első kalipok 2015-ben jelentek meg a koraszülött osztályokon idehaza. A színes bababarát anyagból készült állatkák közelsége, a köldögzsinóra emlékeztető csápok megnyugtatják a kicsiket, emellett segítenek abban is, hogy ne a körülöttük lévő csöveket, érzékelőket piszkálják. A koripok azok a koraszülöttekért országos egyesület által levédett kisfigurák, amik ugye az inkubátorba kerülnek, és ezért nagyon szigorú feltételei vannak a horgolásának. Tehát bármikor, bárhol a korippal kapcsolatban oktatást szervezünk, vagy adományt gyűjtünk, mindig a kora engedélyével tesszük ezt meg, tehát vagy az egyesület elnöke, vagy az alelnöke mindig tud róla, hogy most éppen ilyen rendezvényt szervezünk. Olyan koripok kerülhetnek be az inkubátorba, amik megfelelnek, tehát több szűrésen kerül át. Tehát egyénileg elkezdenek otthon horgolni, akkor a kora önkéntesei ezt leellenőrzik. És mi azt mondjuk rá, hogy akkor mehet, akkor még mindig a kórházakban, a koraszülött osztályokon az ápolók újból megnézik, hogy szerintük is megfelele. 100%-os pamutvonalat lehet használni, amelyik nyálálló, úgynevezett mercerizált, csak olyanokból horgolhatunk. Erre, hogy a festék nem oldódhat ki, nagyon szorosra kell horgolni, hogy a tömőanyag ne kerüljön ki a korip külsejére. Harisnyát teszünk bele, abba tesszük bele a tömőanyagot, nagyon keményre tömjük, mert ugye a fertőtlenítés a sokszoros mosás után ezek meg fognak puhulni. És ez a babáknak örökös, tehát nem csak az inkubátorban van vele, hanem ez az első játéka, ezt viszi magával haza, és később, ha esetleg ez tönkre megy, jelentkezhet érte, mert a kore vállalta, hogy ez élete végéig tulajdonképpen elkíséri a babákat. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakoztak a Széchenyi iskolások is. Legnagyobb meglepetésükre sokkal többen jelentkeztek, mint arra előzetesen számítottak. 6 évvel ezelőtt elkezdődött, hogy a Paradicsom pusztán tanuló gyerekeket ajándékozzuk meg, ez az idén is megtörténik, és talán 2-3 éve fogalmazódott meg bennem, amikor egy felhívást láttam erre, hogy koripokat lehet horgolni és készíteni, mivel rengeteg anyukánk, kreatív nagymamánk, ügyeskezű diákjaink vannak az iskolában, ezért elkezdtem szervezkedni, majd utána jártam telefonhívások közepette, hogy milyen feltételei vannak ennek, hogy az mi iskolánkban is ez megvalósulhasson. És az őszi szünetben ennek pontot is tettünk a végére, ugyanis a Koraszülöttek Országos Szövetségével fölvettem a kapcsolatot, elmondták a feltételeket, mi mindent megvalósítottunk, ahogy láthatjátok is. Egyetlen egy dolgunk volt csak vissza, hogy a szülőket, nagyszülőket beszervezzük erre a tevékenységre. Nem lepődtem meg azon, hogy nagyon készségesek voltak a szülők, és azonnal segítettek, sőt, már október óta dolgozunk ezen, mert azok a szülők, akik nagyon kreatívak és nagyon ügyeskezőek, azokkal karácsonyi asztali díszeket készítettünk, amit árusítottunk, és annak a bevételéből valósulhatott meg az, hogy ezt a speciális fonalat megvásárolhattuk, és aki vállalta viszont a horgolást, annak semmi más tevékenysége nem volt, csak a kezébe vegyem egy 1,75-ös horgolótűt vagy ketteset, és a mai nap a délelőttöt velünk töltse. Az ügyeskező felnőttekhez az iskola diákjai is csatlakoztak. Stojka Jessica internetes videóról tanult meg horgolni, és amikor megtudta, hogy milyen megmozdulás lesz az iskolában, rögtön jelentkezett. A koraszülött kisgyerekeket szeretném ebben támogatni, meg már régebb óta kezdtek horgolni, és ezért, mert hívtak több embert, és akkor én is jelentkeztem a jövőbe. Eleinte nehezen ment,
de néztem sok videót, és így megtanultam hamar. Nagyon jó érzés, és szeretek is horgolni. Szóval azért is jöttem, mivel mondták, hogy lehet ilyet csinálni. A kezdeményezés nagyban erősíti a családi kötelékeket is, mondja a szervező pedagógus. Ha láttátok volna a szünetben, milyen boldogan szaladtak le a gyerekek, akár a nyolcadikosokat is beleveszem, hogy itt láthatják az anyukát, nagymamát, átölelték a nyakukat, érdeklődőek voltak, körbe sétáltak, tehát biztos vagyok benne. És itt nem ér véget a dolog, mert akik segítőink érkeztek és elmondták a feltételeket, hogy minek kell eleget tenni, azokkal kötöttünk egy iratlan szerződést, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy a továbbiakban otthon készítene még koripokat, az természetesen összegyűjtjük, és a gyűjtőpontokban eljuttatjuk. Az önkéntesek nagy része semmilyen módon sem kötődik a koraszülés témájához. Mégis fontosnak tartják, hogy támogassák azokat a családokat és babákat, akik megküzdenek ezzel a nehézséggel.